Személyesen én 1992-ben találkoztam először az Abbasszal, akkor még a Knorr Bremse, mondjuk, hogy színeiben. Utána 96-ban mentem el dolgozni a Phoenix Meccanohoz, és akkor vásárolt Phoenix Meccano egy Abbaszt, hogyha jól számolom, 16 éve. Peter Forstot 92 talán októberében láttam először. Gyönyörűen tudott beszélni az ő víziójáról, az Abbaszról, és hogy egyáltalán hogy fog kinézni a rendszer. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól csinálták. Tehát tényleg egy kis cégből, akik nem tudom, egy lakótelepen, mondjuk 3 lakásban működtek akkor éppen, azóta egy jelentős szoftvercégé váltak, sok ezer felhasználóval, világszerte Magyarországon is, tehát nagyon, nagyon meggyőző, amit akkor kitaláltak, és amit meg is valósítottak belőle. Tapasztalataink azok voltak, hogy minden olyan dolog beépült a rendszerbe, amit szerettünk volna. Tehát először felmerült egy igény, és ez körülbelül egy 2-3, esetleg 4 év múlva a standardben megjelent. Közben előfordult, hogy már mi magunk is leprogramoztuk, ettől meg kellett szabadulni, hiszen a standard, de utána mindig támogatta az Abbasz, ellentétben mondjuk a mi saját megoldásainkkal, amit az Abbasz akkori standardjére ráépítettünk. De mások is küszködtek ilyennel, vagy küszködnek ilyennel. Az a tapasztalat, hogy igyekezzünk minden esetben a standardet használni, vagy minél hamarabb visszatérni, amikor már megjelenik, és utána pedig akkor az a ragyogán tudunk élni. Egészen most a napi dolgokban például a gyártás támogatás, az egészen finom hangolása mondjuk a költségtervezésnek, vagy a diszpozíciós tervezésnek szintén már olyan részeit érik el, ami már tényleg az egészen finom és pontos tervezéshez vagy megvalósításhoz szükségesek. Másik oldalról az Abbaszt természetesen nyomnunk kell, akár az interjénetet, a magyarokat, akár a németeket, hogy minél többet beépítsenek az igényekből, és el kell nekik mondani, hiszen a partnerek megmutatják, hogy éppen merre kell indulnunk. Amit elmondanak 1-2-3-5 helyen, az valószínű, hogy másik 50 vagy 500 helyen is használható lesz majd a jövőben. Ilyenkor mindig igyekszünk a power usereinkből hozni, meghívni őket és megmutatni, hogy éppen hogy mennek ezek a változások, és elmondani, hogy amikor innen hazamegyünk, akkor azért van egy elképzelésünk egy évre, hogy körülbelül mi az, amit mi fogunk már használni az Abbaszban. Az újdonságok azok nagyon fontosak, ezekre szükségünk van, folyamatosan upgrade-eljük a rendszert. Az elmúlt 1-2 évben talán azt tapasztaltuk, hogy lényegesen több hibát kellett upgrade után kijavítani, mint a múltban. Pont egy ilyen hibajavítás kapcsán sikerül egy rövid zárat kialakítani, tehát hogy más súllyal veszik azért az általunk talált hibákat, amit nagyon jól ki tudunk a rendszerből mutatni, föltárjuk, hogy körülbelül melyik rész adja, és ezt az Abbaszt pont most a múltkor nagyon gyorsan kijavították. Tehát ez egy pozitív tapasztalat.